Bandit! Gyöt! Irány a felállításért. Lépés! Indul! Karcagvárosi önkormányzata és a Déri Nép Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében szeretettel köszöntöm az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója tiszteletére szervezett városi koszorúzási ünnepségükön megjelent valamennyi kedves vendégünket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Nagy János, miniszterelnöki irodát vezető államtitkár urat, mai ünnepségünk szónokát. Tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszöntöm dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő urat, korábbi földművelésügyi minisztert. Tisztelettel köszöntöm Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Tisztelettel köszöntöm Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Sári Kovács Szilvia, alpolgármester asszonyt. Tisztelettel köszöntöm Szele Király Andrea asszonyt, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezetőjét. Tisztelettel köszöntöm Rózsa Sándor urat, Karcagváros jegyzőjét. Tisztelettel köszöntöm a Városi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő tagjait, az egyházak, intézmények, hivatalok, pártok, civil szervezetek képviselőit és a koszorúzási ünnepség valamennyi kedves résztvevőjét. Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket, akik a képernyőn keresztül követik figyelemmel rendezvényünket. Tisztelt ünneplő közösség! Felkérem Nagy János államtitkár urat ünnepi beszéde megtartására. Üdvözlégy születésed napján, Magyar Szabadság! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Szabadság születésének napján, a Magyar Forradalmi és Szabadságharc 176. évfordulóján. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Karcag, a Nagykunság és az Alföld a magyar szabadságszeretet természetes élettere. Olyan vidék, ahol a honfoglaló magyar törzsek után a vadcseppéken nyargaló kunok épp úgy otthonra leltek, mint a Hortobágyon delelő gulyások, vagy az ostorokat pattogtató betyárok. Az Alföld-tengerség vidéke bennünk, magyarokban azt az érzetet kelti, hogy a világ csak akkor a miénk, ha a lehetőségek legszélesebb és legtágasabb horizontját, a rónák végtelenjét járjuk. Ekkor, és itt érezzük igazán, szabadok vagyunk. Tisztelt emlékezők! 1848 tavaszán Európa számos városában tört elő a szabadságvágy. Palermo, Párizs, Bécs, Berlin, Milánó és Pest. Egymás után lobbantak föl a szabadság őrtüzei. Századokon át uralkodó dinasztiák trónusai recsentek meg, döjfös birodalmak eresztékei lazultak ki, és mintha még a világ forgása is megállt volna egy lélegzetvételre. A szabadság magvai azonban mégsem tudtak mindenhol, csak a drága magyar anyaföldben szárva szökkenni. Volt, ahol sziklás talajra hullott. Itt azonnal fölkapkodták a Szent Szövetség hollói és az abszolutizmus varjú seregei. Volt, ahol a termőföld volt meddő és túl vékony, ezért a szabadság kicsirázott magvai nem tudtak gyökeret ereszteni. És volt, ahol a békétlenség és a széthúzás konkolya folytotta meg, ölte ki a szabadságvágyat az emberek szívéből. Vajon miért pont itt, Magyarhonban talált jó termőtalajt a szabadság?
önök, karcagiak pontosan tudják. A jó, zsíros, fekete föld miatt. Bizony, az igazán nagy dolgok nem kívül, hanem belül kezdődnek. Nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban. Így volt ez 176 évvel ezelőtt is. A Magyar Szabadság azon a napon nem csak az újságok címlapjaira és a házak falaira, de feliratott a szívekbe is. És ezt a szívet az őseinktől kaptuk örökül. Mert Magyarország az az ország, amelyet a természet széppé és a történelem naggyá tett. A magyar nemzet képes volt ellenállni nyugatról, keletről vagy délről ránk zúduló túlerőnek, megállt parancsolni Bécs németesítő törekvéseinek, mint ahogy volt erőnk kihúzni a totalitarizmus lélekromboló és a kommunizmus embernyomorító évtizedeit is. Túléltük, mert tudtuk, ha a jég el is veri a kalászok egy részét, a java mindig állva marad. Készen arra, hogy a belőlük vetett búza jövő évre 30, 60 vagy éppen 100 annyit teremjen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mi szabadságunk azért tudott megmaradni, mert ott állt mögötte teljes erejében a magyar vidék. Hátország nélkül a mi forradalmunk is csak egy szalmaláng lobbanása lett volna, amely épp oly gyorsan eltűnik, mint ahogy megjelent. A hátország a honvédelem központi idegrendszere. A hátországban senki nem marad ki a nagy vállalkozásból. Mindenki részt vállal benne. A szállásadók, a pékek, a betegápolók, a lelkigondozók, a gazdálkodók, az iparosok, mindenki, minden egyes civil, aki ugyanazért a célért dolgozik. És ennek a hátországnak kitüntetett helye volt az Alföld, a Kun kerület és maga Karcag városa. A karcagi nemzetőrök már 1848 nyarán hadba vonultak le a délvidékre. Mentek harcolni a magyar szabadságért. Otthonról hazamentek. Hiszen a vajdasági magyar településeken testvéreket és unokatestvéreket védtek meg. Tavaly ilyenkor Szabadkán elmondhattam, milyen kitűrő örömmel fogadták a vajdaságba a karcagi nemzetőröket, köztük talán egy-két ősömet is. Amikor pedig nyilvánvalóvá vált a bécsi udvar árulása, a nagykunság vidéke lett a magyar szabadság egyik menedéke. 1848-49 fagyos hónapjaiban az önök ősei, a karcagi gazdák adták a kenyeret, a szalonnát és a boroskancsót az itt erőgyűjtő honvédseregnek. És az önök ősei bocsátották azokat a szekereket is Kossuth Lajos rendelkezésére, melyeken a kormányt vitték Debrecenbe és Nagyváradra, hogy fegyvereket gyártsanak, katonákat képezzenek ki, bankókat nyomtassanak, amivel átmentjük, újra lábra állítjuk a magyar szabadságot. És aztán a dicsőséges tavaszi hadjárat is innen bontakozott ki, és hozott hírnevet a fiatal magyar honvédségnek. Ha az önök elődei nem lettek volna olyan elszánt és dacos magyarok, akkor bizony a zsenge magyar szabadság alig ha élhette volna meg a felnőtt kort, a tavaszt, elvitte volna a forradalmak számtalan őszi gyermekbetegsége. Nem lettek volna Szolnok, Isaszeg, Nagysalló, Vác, Komárom dicsőséges diadalai, de elmaradt volna Budavár bevétele is. Nem lett volna a debreceni függetlenségi nyilatkozat, és a Habsburg császárnak sem kellett volna térden állva könyörögnie minden orszok cárjának. Nem lett volna szabad, független Magyarország. Dicsőség a hősöknek. Kedves karcagiak, önök, akik már két minisztert is adtak a polgári kormányoknak, nem is akár milyeneket, már 176 évvel ezelőtt is megmutatták, de ma is ezt hirdetik, nincsen elveszett ügy, ha miénk az igazság. Mondván, Isten az igaz ügyet sosem hagyja el. Ha önök nem támogatnak, bátorítanak, imádkoznak értünk, akkor nem valósult volna meg az elmúlt 14 év meg annyi vívmánya. Nem lenne új alaptörvényünk, nem történhetett volna meg a nemzet határokon átívelő egyesítése. Nem tudtuk volna fölépíteni az új családtámogatási rendszert. Nem tudtuk volna megvédeni a magyar földet, és bizony nem tudtuk volna megóvni a hazát sem attól, hogy idegen érdekek jármába hajtsák, és egy szláv testvérháború oltárán áldozzák fel minden életerejét. Azaz 48-asul magyar katonákat ne vigyék külföldre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1848-49 fényében vizsgálva tisztában látszanak mai korunk kihívása is. A lángok fényében élesen különül az ocsú a búzától, a globalista a szuverenistától, az országrombolás az országépítéstől. Tisztán látszik, ki az, akinek a haza minden előtt, és ki az, akinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. Sajnos sok száz éves tapasztalatunk, hogy a kelleténél gyakrabban akadtak közöttünk olyanok, még a többségbe soha nem is kerültek, akik egyéni érdekeiket a haza érdekei fölé helyezték, akik muszka vezetőként, náci kollaboránsként, szolnoki munkás paraszt kormányként hintettek virágot a megszálló gondolatok, majd a megszálló csapatok elé. A történelem ura keserű leckét adott nekünk magyaroknak. Lélegzett elállító forradalmainkat ugyanis nem elbuktak, hanem leverték őket, és mindig idegen kezek verték le őket. De 1848-49 fényeiben láthatjuk azt is, hogy hol van a mi helyünk az Európa házban. Láthatjuk, hogy aki magyarnak hitvány, az európainak is alkalmatlan. Igen, mi magyarok, a szabadságharcosok nemzete vagyunk, és ez a cím kötelez. Kötelezte a 48-as márciusi ifjakat, az 56-os pesti srácokat, és igen, kötelez bennünket itt, a karcagi Kossuth téren állókat is. Nekünk, magyaroknak nem csak 1000 éves államiságunk, egyedi kultúránk és szabadságharcos hagyományaink vannak, hanem küldetésünk is. Nemes, szép és felemelő küldetésünk. A mi küldetésünk nem más, mint az, hogy szüntelen hirdessük. Európa nemzeteinek együtt, egymás mellett és egymás támogatva kell emelkednie, és nem egymás romjain feljebb jutnia. A mi küldetésünk a 12 pont veleje, legyen béke, szabadság, egyetértés. Tisztelt karcagiak! A szuverenitásért folytatott küzdelmünk nem új keletű. Kossuth Lajos, a magyarok Mózese időben figyelmeztetett, ne hagyjuk, hogy Európa molochá szörnyeteggé váljon, amely nemzetekkel táplálkozik. Egy olyan Európára van szükségünk, amely nem idegen és sokszor láthatatlan erőközpontok utasításait, ukázait, birodalmi napi parancsait, bornírt EP határozatait követi, hanem az európai polgárok érdekében a demokratikus megoldásokat keresi. Olyan Európára, amely nem megtagadja, hanem megéli a zsidó-keresztény kultúráját. Olyan Európára, amely büszkén vállalja, hogy szuverén nemzetek közössége. Olyan Európára, amely építeni, nem pedig elásni akarja a jövőnket, amelyben nincs becsülete a saját nemzetük ellen áskálódóknak, ahol általános közmegvetés illeti a hazánkat és értékeinket megtaposókat. Mi ugyanis jobban szeretjük a hazánkat, mint amennyire gyűlöljük az ellenségeinket. Mi nem eltörlünk, hanem alkotunk. Mi nem a nemeket szaporítjuk, hanem az igeneket. Mi nem elvenni akarunk a köznek asztaláról, hanem adni a nagyvilágnak. Mi nem áldozatok akarunk lenni, hanem szabadok. És nem csak szabadok, hanem szabad magyarok akarunk lenni. A 48-as forradalom hősei tudták, hogy ha nem szabnak gátat az önkénynek, akkor a magyar nemzet a Habsburgok egyik alávetett poros tartománya lesz, rosszabb esetben ki fog töröltetni a világ nemzeteinek egyre szűkülő sorából. A 49-es szabadságharc hősei tudták, hogy nem elég megérni a szabadságra, de mindig és mindenkor késznek kell lennünk a szabadság megvédésére is. Harc és küzdelem nélkül ugyanis nincsen győzelem, de nincs nemzeti megmaradás sem. Volt időnk megtanulni, a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes. A mi történelmünk a szabadságharcosok nemzedékeinek hosszú-hosszú láncolata. Ezért természetes, sőt inkább sorszerű, hogy az 56-os forradalmunk is Bemapó és Kossuth apánk szobra elől indult meg. Mondjuk ki bátran, tisztán és érthetően, ha megadjuk magunkat korunk hóbortjainak, a háborús, a migrációs és a gender propagandának, az nemzeti létünk végét is jelenti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hic Rhodos, hic Salta! Június 9-én valamennyien döntés hozhatunk, milyen Európát szeretnénk. Mi európai alternatíva akarunk lenni, nem pedig Európa alternatívája. Végezetül hadd idézzem ide az egyik legnagyobb 48-as tábornokot, Damjanich Jánost.
akit a tavaszi hadjárat egyik csatája előtt fölkértek, lelkesítse a honvédeket. Damjan is nem tudott valami ékesen magyarul. A szónoki talentumai is alatta maradtak a katonaiaknak. Az Úristen azonban megkönnyörült rajta és hallgatóságán, mert az osztrákok vad ágyúzással megzavarták a gyűlést. Damjan is megkönnyebbülten elmosolyodott, lóra pattant, és csak annyit mondott. No fiúk, menjünk rájuk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, Isten óvja Magyarországot. Köszönöm Nagy János államtitkár úr ünnepet méltató gondolatait. Tisztelt ünneplő közösség! Kérem, fogadják szeretettel Belső Czi László színművész Zúg Március című zenés irodalmi műsorát. Az örökkévaló Istennek nevében, ki a szabadságot védi és megbünteti az árulást, fegyverre szólítom fel a nemzetet szegény hazánk megvédésére. Ha most a magyar nemzetnek minden fia, aki csak karját bírja, fel nem kél hazáját védeni, akkor kiirtanak saját hazádból, szegény magyar nép. Nem. Ezt az örökké való Isten nem engedheti. Atyám fiai, hallgassátok meg szavaimat. A nép fizette a terhes adót, tartotta az idegen katonát, ki miatt a szegény népnek saját hazájában vent volt soha egy pillanatnyi nyugodalma. De a keservesen fizetett adóból a népnelé soha semmi nem járulhatott. Ti dolgoztatok, dézsmát adtatok. Úri székektek voltatok alávetve. Ki voltatok zárva a polgári szabadság minden malasztaiból. A föld, melyet véres verejtékkel műveltetek, nem nektek jövedelmezett. Szolgák voltatok, mint szolga volt a föld, melyet műveltetek. Én, Kossuth Lajos is egyike voltam azoknak, kik szabadságtokért küzdöttem sok esztendők óta. De sokakat közülünk üldöztek, sanyargattak, tömlöccel kínoztak azért, mert a szegény nép mellett bátran és hangosan mertünk szólani. Szegény magyar hazánk, ínség, szolgaság, nyomorúság tanává lett. El vagyunk árulva minden oldalról. Ha mink magunkat meg nem óvjuk, akkor kiirtanak, elpusztítanak, és nemzetünket kitörlik az élők sorából. Védelmezd hát magad, szegény, elárult magyar nép. Védelmezd magad elszántan, rettenthetetlenül. Ha magadat véded, nincs mitől félned, mert feled Isten és az igazság. De ha magadat nem védelmezd meg, az Isten maga sem védelmez meg. Pest 1848, Kossuth Lajos. Van-e mostan olyan legény, aki fél, ha a mennykő jár is ott a fejénél? Takarodjék el közülünk agyáva, bújjék vele a kemence lyukába. Testvéreim, a szabadság nevében álljuk meg a helyet a múlt keményen. Mutassuk meg, hogy mink vagyunk olyanok, akiket a veszedelem ki nem fog. Háromszínű magyar zászló dicsőjel védelmezünk meg feszített erővel. Kiemeltük a porból szent szárnyadat, röpülj előttünk a magos ég alatt. Kiemeltük a porból szent szárnyadat, röpülj előttünk a magos ég alatt. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. S ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék a tűz csiholója.
aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra. Mint egy Isten, hóban vacogva fogadta szent munkája bérét. Még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő vérét. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó rongypulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor. S csak egy külön van, aki bátrabb. S aki mást akar, mint mi most van. Kényes bőrét gyáván nem óvja, mint ős ősére ütött Isten, a fölséges tűz csiholója. Én szemfedő lapod lerántom, kelj föl és járj Petőfi Sándor. Zúg március záporos fényver, suhog a zászlós tűz a vérben. Talpra Petőfi sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Talpra Petőfi sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Nincs egyetlen jó arcképesem, de én, Ady Endre, látom az ő lázas, paraszti, sovány fiatal arcát ébren és álmomban. És esküszöm, hogy jól látom. Jobban, mint Jókai Ibolya a szemei, és jobban, mint Barabás Miklós önmagamnak. Én nem is akarom, hogy mások helyén is lássam Petőfit, de azt el akarom mondani, milyennek látom én. Aranyos, csúnya, diákos, magyar Apolló. Szilaj nagy gyermek. Egy őszinteség Etna, mely örökösen ámítatni szeret. Egy harag Etna, mely nem tud úgy haragudni, stombol, varombolni, hogy ez neki ne fájjon legfájobban. Egy osztályozhatatlan valaki, egy Petőfi, aki annyira sem vitte, hogy azért szeressék, amit ő szeretett. Hüvelyét veszti brong a karglap, úgy kelj föl, mint forradalmad. Szedd össze csontjaid, barátom, lopnak a bőség kosarából. Talpra Petőfi sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. A jognak asztalánál lopnak, népek nevében s te halott vagy. Holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávát. Talpra Petőfi sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Talpra Petőfi sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmat, örömed, nincs rád szüksége a világnak, és ezért a szent fát félretedd. Pusztában bujdosunk, mint hajdan népével Mózes bujdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül, a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő. A néppel tűzön vízen át. Átok rá, ki elhajítja kezéből a népzászlaját. Átok rá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság. Szemtelen hazugság, mint milliók cáfolnak meg, kik naphevében, éhen szomjan, kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig? Addig nincs megnyugvás. Addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket szelíd látcsókkal zárja be, s virágkötéllel sejem párnán bocsát le a föld mélyébe. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg, lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fog a rág. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne íj halált adj, Istenem! Ne íj halált adj én nekem! Legyek fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész csavar ki tövestül. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe eget földet rázó mennydörgés dönt le. S ha majd minden rabszolga nép jármát megunva síkra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal, és a zászlókon eme szent jelszóval világszabadság, s ezt elharsogják, elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott tessem el én, a harc mezején. Ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből, s ha ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelj el azt az acéli zörej, a trombita hangja, az ágyú dörej, s hol testemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászlók kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják. Kik értet haltak, szent világszabadság. Úgy látták többen, hogy a vesztes csata után inalva inalt magát menteni egy nagy kukoricásba. De én nem hiszem. Megállott biztosan a kukoricás előtt, amely jelképe a magyar életnek, a magyar rengetegnek. Nem. Ide már semmi kedve nem volt még egyszer bemenni, kétszer nem történik csoda. Itt az ő élete több volt a többinél. Megvárta, míg sírba tapossák, megvadult szláv katonák, akiknek hasonló az ő vére, az övékéhez, és kik tudnak élni, ölni és meghalni nagyszerűen. Fehér zubbonyban, sötét nadrágban az úton futok, hátam mögött Vive la République, két ló dobog. A hátam mögött vashegyek futó célra hajlanak, csidája végét kengyelbe akasztja a két lovast. Most szembefordulni, Vive la, szembefordulni. Fehér zubbonyban utolsó ruhám, kengyelbe akasztott dzsidák előtt. Vive la République, szembe velem. Vive, lovak dobognak. Nem, ne, csak így ne,
hogy nem látja senki, nem így akarom szembefordulni. Nem látnak, nem tudják, csak dobogás, hisz nem is látják. Senki se látja, hogy szembefordulok, így szúrnak belém. Vív lerepülik, így szúrnak belém. Senki. Lovak dobognak. Nem, nem. Ne így legyen! Vívla! Bejelentem, hogy a Kossuth Lajos és a Petőfi Sándor szobornál koszorúk és virágok elhelyezésére kerül sor. A Kossuth szobornál helyezik el a megemlékezés virágait, koszorúit a felsorolt intézmények, civil szervezetek. Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézet. Mozgáskorlátozottak Jász-Nagykun Szolnok megyei egyesülete Karcagi csoportja. Karcagi Független Női Szövetség. Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület. Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesülete. Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Karcagi Szervezete. Mindig van remény, daganatos betegekért alapítvány. A Magyar Vöröskereszt Karcag Területi Szervezete. Thank you.
Magyarország kormánya nevében Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár úr és a karcagvárosi önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester úr helyezi el az emlékezés koszorúját. A Magyar Országgyűlés nevében F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr helyez el koszorút a Petőfi szobor talapzatánál. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei közgyűlés nevében Hubai Imre elnök úr helyezi el az emlékezés koszorúját. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal dr. Berkó Attila főispán úr nevében képviseletében, illetve a karcagi járási hivatal nevében Szelekirály Andrea hivatalvezetőasszony, dr. Lévai Olga hivatalvezető helyettes asszony helyez el koszorút a Petőfi szobor talapzatánál. Karcagvárosi önkormányzat polgármesteri hivatal nevében Rózsa Sándor jegyző úr és dr. Czap Enikő aljegyzőasszony emlékeznek a forradalom és a szabadságharc hőseire. Fidesz Magyar Polgári Szövetség karcagi szervezete nevében Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony és Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő úr tisztelettel emlékeznek a szabadságharc hőseire. Thank you.
a Fidelitas karcagi szervezete képviselői helyeznek el koszorút és tisztelegnek a hősök előtt. A Jobbik konzervatívok párt karcagi szervezetének képviselői hajtanak fejet a hősök előtt. Karcagi Ipartestület vezetősége helyezi el az emlékezés koszorúját. Karcagi rendőrkapitányság vezetője tiszteleg a forradalom hőseire emlékezve. A Kátai Gábor Kórház vezetősége helyez el koszorút és hajt fejet a hősökre emlékezve. A karcagi több célú kistérségi társulás szociális szolgáltatóközpont vezetősége helyezi el az emlékezés koszorúját. A karcagi több célú kistérségi társulás idősek otthona és háziorvosi intézmény vezetősége emlékezik a hősökre.
karcagi több célú kistérségi társulás bölcsöde intézmény vezetősége helyezi el az emlékezés koszorúját. A Városi Önkormányzat Városgondnoksága vezetősége hajt fejet a hősökre emlékezve. A Madarász Imre Egyesített Ovoda vezetősége helyez el koszorút és tiszteleg a hősök előtt. A Karcagi Szakképzési Centrum, Varró István Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium vezetősége és a Diák Önkormányzat képviselői emlékeznek a forradalom és szabadságharc hőseire. A Karcagi Tankerületi Központ képviseletében Macó László alosztályvezető, valamint a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola vezetősége és a Diák Önkormányzat képviselői helyeznek el koszorút és tisztelegnek a hősök előtt. A Karcagvárosi Diák Önkormányzat képviselői emlékeznek a forradalom és szabadságharc hőseire. A Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola vezetése helyezi el az emlékezés koszorúját.
a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda vezetősége és az iskola tanulói helyeznek el koszorút és tisztelegnek a hősök előtt. A Szent Pál Marista Általános Iskola vezetősége és a diák önkormányzat képviselői tisztelettel emlékeznek a hősökre. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Ovoda vezetősége és az iskola tanulói helyeznek el koszorút és tisztelegnek a hősök előtt. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium vezetősége és a diák önkormányzat képviselői helyezik el az emlékezés koszorúját. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium vezetősége és a diák önkormányzat képviselője hajt fejet a hősökre emlékezve. A Kun Szövetség képviselői helyezik el a megemlékezés koszorúját.
karcagi Nagykun gazdakör képviselői helyezik el az emlékezés koszorúját. A Nagykun Közéleti Hagyományőrző Egyesület vezetősége emlékezik a forradalom és szabadságharc hőseire. A Karcagi Rákóczi Szövetség Egyesület képviselői hozták el az emlékezés virágait. A Karcagi Lovas Egyesület képviselői tisztelegnek a hősök emléke előtt. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepségünk hamarosan véget ér. Megköszönöm mindazok közreműködését, akik hozzájárultak a városi ünnepség megvalósításához. Külön köszönöm Nagy János államtitkár úr ünnepi gondolatait. Megköszönöm a pártoknak, a civil szervezeteknek és az intézményeknek, hogy a koszorúk és virágok elhelyezésével tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. Megköszönöm a Nagykun Honvédbanda részfúvós együttese tagjainak, valamint a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjainak a felvonulást, az országzászló felvonásában való közreműködést. Külön köszönöm az óvodapedagógusok lelkes együttműködését, hogy vezetésükkel a gyermekek ilyen szépé varázsolták a szobrok környékét. Köszönöm mindazok munkáját, akik hozzájárultak a városi ünnepség előkészítéséhez, szervezéséhez, rendben történő lebonyolításához. Tisztelt ünneplő közösség! Bejelentem,
hogy koszorúzási ünnepségünk a szózat elhangzása után a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjainak elvonulásával ér véget. Kérem, énekeljük el közösen a szózatot. Bandérium, gyert, tiszte, lép! Thank you.